szeretném, hogyha a plenáris ülés
is elfogadná. Ez ugye azt mondja ki, hogy a választójogi reformnak arányos képviseletet eredményező választási rendszert kell megteremtenie, annak érdekében, hogy az országgyűlési mandátumok aránya tükrözze a pártlistákra leadott szavazatok arányát. Bizonyára fájó önöknek ezt ilyen sokszor hallani, de hát azért minden problémánk alapja valahol így gyökeredzik, hogy önök nem kaptak kétharmados társadalmi felhatalmazást, mégis sorra módosítják a kétharmados jogszabályokat. Ezért, hogyha nem akarják ezt újabb éveken keresztül hallani, minden egyes ügyben felrólni, akkor azt javaslom, egyezzünk meg most egy korrekt, arányos rendszerben, alapelvekben, és fogadják el most ezt a javaslatunkat. A bizottság figyelmébe ajánlva azt fogalmaztam meg a módosító javaslatomban, melyet a második ajánlási pontban láthatnak, hogy negatív példaként meg kell vizsgálni az önkormányzati választási rendszer tavalyi, a győztes mindent visz elvének irányába történt eltorzításának súlyos következményeit. Az önök hatalommal való visszaélésüknek legkirívóbb példája volt az, hogy az önkormányzati választások előtt a saját érdekük szerint megváltoztatták a törvényt. Tehát miközben itt valamiféle hosszú távú reformokról beszélnek, mindig, ahogy az előző napirendben is hallottuk, és szinte minden napirendnél ide lyukadunk ki, hogy személyre hoznak törvényeket, vagy alkalmakra egy-egy választásra, most a püspökladányi választásra, ahol az emberek távolmaradásukkal tüntettek a jelenlegi rendszer, és különösen a gazdaságpolitika ellen természetesen. Most önök rendre egyes esetekre akarnak törvényt hozni. Ezt csinálták tavaly az önkormányzati választásokon is, azonban nem fog ez a győzelmük önöknek mindörökké tartani, ezért, hogyha ezzel szakítani kívánnak, akkor azt gondolom, itt az alkalom, hogy saját példánkat hozzuk, ugye Budapestet szoktam idézni jó példának, ahol egy Jobbik méretű pártnak, bár kétségkívül nem Budapest a legnagyobb erősségünk, de egy Jobbik méretű pártnak is lehet olyan kerület, ahol egyetlen képviselője sincs, illetve minden más kerületben pedig összesen egyetlen képviselőnk van, és ez a úgynevezett önkormányzati választási reform oda vezetett, hogy tehát egy Jobbik méretű pártnak nincsen sehol frakciója a budapesti kerületekben, ezáltal számos jogkörtől megvonták a nemzeti radikálisokat. Ez minden csak nem demokrácia. Tehát a költségcsökkentés lehet kezdeni itt valóban az országgyűlési képviselőkön, akik nem is látják el feladatukat, és felesleges is, hogyha mameluként szavaznak, nem pedig a saját mandátum elve szerint. Sok mindenre lehetne spórolni, most erre nem kívánok hosszú példákat mondani, arra viszont mindenképp föl szeretném hívni a figyelmüket, hogy ezen a rendszeren változtatni kell. Elnök úr, ha egy szakaszos vita van, tudok 15 percet beszélni? Talán egy szakaszos vitáról lévén szó. Tisztelt képviselő úr, tekintettel arra, hogy ön volt az, aki benyújtotta a módosító indítványokat, természetesen, amint a újabb ismételt felszólás kéri, készséggel megadom. Csak jelentkezem be. Tehát ismételt felszólással következik Novák Előd, a Jobbik képviselője. Köszönöm a folytatási lehetőséget. Hagy mondjam el a tisztelt képviselőtársaknak, hogy tekintettel arra, hogy a benyújtott módosító indítványban szerepel a koncepció a választási eljárása vonatkozóan, és erről szavazott a bizottság, ez azt jelenti, hogy a jelen esetben az erről szóló elmondottak, azok házszabályszerűek, mert a módosító indítványról beszél képviselő úr. Így van, valóban egy kicsit messzebbre tekintek, hiszen miután az albizottság nem volt képes megbírkozni a feladatával, szükségesnek tartom egy kicsit behatárolni a munkáját, és olyan alapelveket lefektetni, melyek kapcsán talán valami konkrét törvényjavaslat is született, ami elvileg a feladata lett volna június végéig. Nos, beszéltünk negatív példáról, de tudok én pozitívról is beszélni. Pozitív példaként szeretném már ebben a határozatban is rögzíteni, hogy a bizottságnak meg kellene vizsgálni a Németországban érvényben lévő, az egyéni választókerületi rendszert listával arányosító számítási módot. Ennek alkalmazásával ugyanis a parlamenti mandátumok aránya jobban tükrözné a társadalmi akaratot. Igen, mi ezt a német rendszert tekintjük követendő példának, mely egy vegyes rendszer, Mutka Salamon képviselő úr félreértette, tehát amikor azt mondtam, hogy egyéni választókerületi rendszert listával arányosító számítási módról van szó, akkor természetesen vegyes rendszerbe gondolkozunk mi is, legyenek egyéni választókerületek, de valahogy a listák ezt természetesen arányosítani kell, a listákkal ezt természetesen. Nos,
A pozitív példán pozitív példáról tovább lépve szeretném leszögezni, hogy a reformnak új rendszert kell kidolgozni a jelöltállításra is, mivel az ajánlószervényekkel rendszeresen visszaéléseket követnek el, bizony tisztelt fideszes képviselőtársaim, elsősorban önök. Nem csak azért, mert a többszörösét begyűjtik a szükséges mennyiségnek, ezzel kimerítik a rossz hiszemű joggyakorlás gyakorlatilag, tehát megsértik a választási eljárásról szóló törvény jó hiszemű joggyakorlásról szóló alapelvét, hanem azért is, mert számos példa mutatta, hogy önök hogyan éltek ezekkel vissza. Gondoljunk csak a nagyhírű ferencvárosi időközi választásra, ahol egyszerre három jelöltet szavazott ki a választási bizottság tömeges ajánlószervényekkel való visszaélés miatt. Ugye itt van közülük például a MIÉP esete, melyet halottaiból támasztott föl. Na melyik párt? Mit gondolnak? Hát bizony az önök pártja, ha esetleg személy szerint nem is érintettek a jelenlévő konkrétan ebben a ferencvárosi választási visszaélésben. Azonban mégis azt tapasztaltuk, hogy sorról sorra megkérdezve azokat a személyeket, amelyeknek az adatait a MIÉP hamis ajánlószervényein felhasználták, és friss adatokról van szó, nem véletlen, hogy adattartalmilag kivás ajánlószervények ekkor ugye nem merültek föl. Friss adatok azok bizony egytől egyig a tanúvallomások elmondták, és végül aztán több száz tanú kihallgatás is történt a rendőrségen keresztül. Nekem is elmondták, igen, tisztelt képviselőtársam, a választási bizottság tagja voltam, és igen, nekem sokan nyilatkozták egytől egyig, és nagyon nagy csalódás volt számomra, amit aztán később a rendőrség... Elnézést kérek, biztatom képviselőtársaimat, rengeteg időnk van, előre haladtunk a napirenddel, bátran jelentkezzenek benne, reagálásra, rendes hozzászólásra, nagy örömmel szót adok, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, valóban nem a kocsmában vagyunk, nyomjanak gombot, és szálljanak vitába, ha tudnak, én konkrét számadatokkal tudok szolgálni, és az állami nyomda szakvéleményével, a helyi választási bizottság határozatával, és rendőrségi nyomozással, igen, több száz kihallgatás után meg tudjuk állapítani, hogy igen, azok az ajánlószervények jutottak el a MIÉP-hez, föltámasztva halottaiból a Jobbik ellen, amelyeket valójában a Fideszre adtak. Tehát olyan ajánlószervények, amelyeket vagy fideszes képviselőnek, vagy személyesen a Fidesz irodába vittek le a Ferencvárosba, az végül a MIÉP-nél kötöttek ki. Azt gondolom, ezek a példák akár önmagában a ferencvárosi elegendő kellene, hogy legyen ahhoz, hogy elgondolkozzanak azon, hogy ezen a rendszeren változtassuk. És akkor még nem beszéltünk a jogosulatlan adatkezeléseken, kubatóbb listázásokon túl arról, hogy a választópolgárok zaklatásával is jár az, hogy önök a szükséges mennyiség többszörösét is lehalásszák, hogy más jelölt el se tudjon indulni természetesen. Végül fölhívtam figyelmüket a módosító javaslatomban arra is, hogy a választójogi reform előkészítése során megoldást kell végre találni a Kárpát-medencei, de határon túli magyar állampolgárok szavazati jogának lehetőségére. Tehát ezzel az egyértelmű, precíz megfogalmazással talán egyértelművé sikerült tennem, hogy nem az Izraelben élő magyar állampolgárok szavazati jogáért szeretnék síkra szállni, hanem a Kárpát-medencében a saját szülőföldjükön élő magyarokról van szó. Ez az, amiről önök már sokat beszéltek, de még mindig nem szavazták meg. Az alaptörvény kapcsán is egy ilyen sarkalatos össznemzeti kérdésben bizony önök nemet mondtak, leszavazták. Hiába az alkotmány előkészítő eseti bizottságban is november 16-ai ülésen szavazásra hitet tett az alkotmány előkészítő eseti bizottság, hogy meg kell adni a határon túli magyarságnak a szavazati jogot. Ez idővel, ha semmilyen újabb szavazásra nem került sor, nemes egyszerűséggel eltűnt a javaslatból. Hát láttunk itt már más csalásokra is természetesen példát. No, ennél nem is kívánok hosszan leragadni, bízom benne, hogy végre szakítanak a sorozatos ígérgetésükkel, és végre egy országgyűlési határozatban garanciát adnak, hogy nem majd a választások előtt nézik közvetlen párt érdeküket, hanem már most kimondjuk, hogy igenis a határon túli magyarságot is megilleti természetesen a szavazati jog. Végül szeretnék szólni a negyedik ajánlási pontról is, ehhez kérem elnök úr segítséget, hogy plusz egy perccel meghosszabbítsa felszólalásomat. Igen, a lehetőség az, hogy egy perccel meg igen, lehet hosszabbítani, köszönöm. Tehát 7 percig. Köszönöm szépen, elnök úr, nincs is többre szükség, hiszen annyiról van szó, hogy a másik határidőt is szeretném, hogyha meghosszabbítanánk, hiszen azáltal, hogy június végéről október végére eltolták a bizottság által nyitva álló határidőt, így fél évről 2 hónapra csökkent az az idő, amit önök szerint
széleskörű társadalmi vitára kell bocsájtani. Én azért tartom szükségesnek, hogy legalább még egy hónappal meghosszabbítsuk, és legalább az eddiginek a fele, negyed év álljon rendelkezésre, mert ezzel semmiféle csúszást nem idéznénk elő a továbbiakban, hiszen januárban úgysem lesz plenáris ülésezés, ez azt gondolom a legapróbb módosító javaslat, tehát még ha esetleg az alapelvekkel nem is értenek egyet, mert sokkal jobb önöknek egy aránytalan, torz, igazságtalan választási rendszer, és ezért az irányelveket esetleg nem is fogadnák el, azt gondolom erre a technikai módosításra mindenképp szükség van, hogy valóban, ahogy önök is fogalmaznak, egy széleskörű társadalmi vita lehessen, hiszen amúgy egy karácsonnyal is leszűkített novemberi-decemberi időszakban erre nem lenne lehetőség. Köszönöm figyelmüket! Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vitát lezárom. Megkérdezem Salamon László képviselő urat, hogy az előterjesztő bizottság nevében most vagy a határozott hozatal előtt kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. A határozott hozatal előtt. A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt országgyűlés, mai naprendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, most a napirend utáni felszólások következnek. A mai napon napirend utáni felszólással jelentkezett Novák előtt képviselő úr, Jobbik, megünnepelhetjük-e a Magyar Szabadság napját a szovjet csapatok kivonulását címmel, megadom a szót 5 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr. Miközben fideszes képviselőtársaim látványosan kivonulnak, én szeretnék egy kevésbé látványos emlékező beszédet tartani a szovjet csapatok kivonulásának alkalmából, hogy emlékezhetünk erre ma méltóképpen, amire emlékezett a KDNP, mert nem talált aktuálisabb politikai üzenetet, hogy napirend előtt erről beszéljen, de azt gondolom olyan kérdésekről nem beszélt, amiről pedig szót kell ejtenünk, hiszen valóban 1991. június 19-én az utolsó szovjet csapat, utolsó szovjet katona is elhagyta hazánkat, és ezek után június utolsó szombatját, ami most szombaton lesz, a Magyar Szabadság napjává nyilvánította az országgyűlés. Azonban mondhatjuk-e azt a közhelyt, amit oly sokszor hangoztattak, hogy kimentek a tankok, bejöttek a bankok. Ez talán egy felszólalásnak a kiinduló mottója is lehetne, azonban én arról szeretnék beszélni, hogy még sajnos azt sem jelenthetjük ki, hogy kimentek azok a bizonyos tankok. Hiszen szimbolikusan igenis itt van még ma is közöttünk a kommunizmus szelleme. Beszélhetünk-e a kommunisták kivonulásáról akkor, amikor itt, hogyha kilépnek az országgyűlés folyosójára, épp a kormánypárti padsorokból, akkor rögtön ráláthatnak a Magyar Szabadságról elnevezett téren, a magyar fővárosának szívében, a Budapest 5. kerületi szabadságtéren a szovjet kommunista megszállók emlékművére, hősi emlékművére, ahogy föl van írva az azt gondolom polgárpukasztó, provokatív felirat a szovjet emlékművön. Egy olyan önkényurami emlékmű, amelyen bizony önkényurami jelkép is található, nem vörös csillag, hiszen a csillag az mindig is sárga volt a tetején, és hát az bizony nem minősül önkényurami jelképnek, de a sarló és kalapács is annak minősül, egy mulasztásos, folytatólagos jogsértés valósul meg a szabadságtéren, kordonok mögött, hiszen emögé kell rejteni a szabadságtéren több tucat kordon mögé, immár lassan egy évtizede ezt a szovjet emlékművet. Ilyen állapotok közepette beszélhetünk-e a Magyar Szabadságról? Meggyőződésem szerint nem. És persze nem beszélhettünk április 4-én itt az országgyűlésben sem, a szovjet megszállás évfordulóján sem erről a tragédiáról, miközben tudjuk, hogy a holokausztról természetesen minden évben van itt mód, és van itt kötelesség és lehetősége minden képviselőnek erről megemlékezni. A magyarság számára ezt a jóval nagyobb tragédiát önök nem tartják olyan fontosnak, hogy erről megemlékezzünk. Persze érthető is ez, hiszen nagyobb probléma ezeknél a szimbolikus kérdéseknél, hogy nem történt meg az elszámoltatás. Nemhogy még a velünk együtt rendszerváltó Lengyelországgal, Csehországgal szemben nálunk még országgyűlési képviselő lehet, egy volt KISZ vezető Gyurcsány Ferenc, vagy egy volt cenzor Lendvai Ildikó, vagy Kovács László, és még sorolhatnánk az előző rendszer funkcionáriusait. Nem csak, hogy ezek még képviselők lehetnek, majd az új alaptörvény szerint is, hiszen önök leszavazták erre vonatkozó módosító javaslatunkat, önök szerint egy ilyen egy igazi rendszerváltás, ilyen egy forradalom után egy évvel, hogy ők még mindig képviselők lehetnek, de ez még hagyján. Több százezer forintos luxus nyugdíjjal élhetnek itt Biszku Bélák és társaik. Igen, azok, akik az előző rendszerben
akár több fizikai megsemmisítést követeltek az 56 utáni megtorlások részeként, mint ahogy tette ez Biszku Béla. És nem elég, hogy elszámoltatásra mai napig nem került sor, még mindig jutalmazzák. Az elmúlt 20 évben is jutalmazták, és nem beszélhetünk arról, hogy azt hogyan vegyük vissza, nem beszélhetünk elszámoltatásról a rendszerváltást megelőző bűnökért, még mindig önök jutalmazzák több 100 000 forintos luxus nyugdíjjal. Egy kitűnő precíz nyugdíjtörvény módosító javaslatot kidolgoztunk, beterjesztettünk az országgyűlés elé, melynek általános vitája el is kezdődött, de talán az egyetlen, aminek nem fejeződött be az általános vitája, hónapok elteltével sem hajlandók önök napirendre venni ezt a javaslatot, pedig meggyőződésünk szerint igen, ezt a több 100 000 forintos nyugdíjat el kellene venni ezektől a kommunista bűnösöktől, és szét kellene osztani az áldozatok között. Az áldozatok között, akiket nem csak azokat tekintjük áldozatoknak, akiket kivégeztek, vagy azoknak a leszármazottjait, vagy akiket kitelepítettek, hanem akár azokat is, akik nem kaphattak akár politikai nézeteik miatt magasabban jövedelmező állást, akik épp ezáltal kapnak ma jóval kevesebb nyugdíjat is. És épp ezért kap egykori belügyminiszterként Biszku Béla és sok más haszonszörű társa több 100 000 forintos nyugdíjat az önök támogatásával. Ezek után azt gondolom méltatlan, hogyha a KDNP feláll és a Magyar Szabadság napjáról beszél. Nem beszélhetünk arról, hogy kimentek a tankok, és ne beszéljünk arról, hogy milyen kárt okoztak a bankok. Ne beszéljünk arról addig, amíg még mindig itt élnek közöttünk ezek a leszármazottak. És amikor elszámoltatást szeretnénk, akkor bizony önök erre ezekről hallani sem akarnak, és kollaboránsként bizony önök is leszavazzák. Én azt kérem, hogy szakítsanak ezzel az álláspontjukkal, és legközelebb akkor tartsanak ezeken az évfordulókon megemlékező beszédet, hogyha tettek is valamit a rendszerváltásért. Köszönöm figyelmüket. Szintén napirend utáni felszólása jelentkezett Ferenci Gábor, a Jobbik képviselője, elfeledett testvéreink 2, a kazaksztáni magyarok címmel, öné a szó 5 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! A magyar törzs tagjai a kazaksztáni Torgai vidékén élnek, a Salikopa tó környékén. Olyan kis törzs ez, mely sok vihart élt át a történelem folyamán. 1847-ben még a legjelentősebb törzs ezen a területen, mintegy 375 jurtával. Az orosz hódítás során számuk megfogyatkozott, az első világháború majd a szovjet elnyomás alatt is ellenszegültek a hatalomnak, sok vezetőjüket kivégezték, majd 1960-ban megindult kolhozrendszer kiépítése, és az erőszakos letelepítés tovább csökkentette létszámukat. A magyar törzs mind a mai napig igyekszik megtartani archaikus jellegét, törzsi konfederációban élnek az Argun törzsel, feleséget pedig csak más, a Salikopa tó környékén élő törzsekből vehetnek, leginkább az Argun, Kipcsák, Kerei és Neumann törzsekből, igyekezvén elkerülni a beltenyészetet és ezzel a genetikai betegségek kialakulását. A tudományos kutatás először 1964-ben figyelt fel rájuk, amikor is Sejtbek Nurhanov, kazakh nyelvész, az Almatai Tudományos Konferencián beszámolt róluk Tóth Tibornak. A Szovjetunió akkor még sajnos megakadályozta a kutatást, az elmúlt évtizedekben azonban felélénkült az érdeklődés a népcsoport iránt. 2006-ban Bíró András Zsolt végzett egy mélyreható genetikai kutatást. A népcsoport férfi tagjaitól szájnyálkahártya mintákat vettek, mely alapján Y-kromoszóma vizsgálatot hajtottak végre a Budapesti Orvos Szakértői Intézet DNS laboratóriumában. A mintavétel rámutatott, hogy a 39 nemzetiséggel összehasonlítva a genetikai távolságszámítás módszere alapján a magyarokéhoz áll a legközelebb a kazasztáni magyarok génállománya. A genetikai rokonság tehát bizonyított. A népneveink hasonlósága magáért beszél, s habár a nyelvük a szovjet időkben a háttérbe szorult, számos szavunkat megértik, sok esetben döbbenetes hasonlóság is mutatkozik, így például kar, kor, csuka, suka, atya, ata, balta, balta, szakál, szakál. Ezen eredményekről és az ebben rejlő kutatási lehetőségekről mégsem hallunk Magyarországon semmit. A Magyar Tudományos Akadémia az adófizetők pénzén nem erről, hanem a nem létező fasiszta veszélyről szervez konferenciát. A nagy kurultáj nevet viselő rendezvény, amely lehetővé teszi egymás népeinek megismerését, szintén civil kezdeményezés. Mindez azért van, mert az akadémia mereven elzárkózik mindentől, mely nem a dogmává rögzült, egyébként bizonyítékkal nem alátámasztható, teljesen hamis finnugrizmust hirdeti. Még 2008-ban írt egy levelet a magyar nemzeti azonosságtudatot féltő értelmiségiek egy csoportja az MTA számára, melyben kérték a magyar őstörténet átgondolását az elvégzett genetikai vizsgálatok alapján, melyek egyértelműen cáfolták a finnugor rokonságot. A
levél aláírói között volt többek között dr. Obrusánszky Borbál a történész, és frakciótársam dr. Gaudi Nagy Tamás is. Mindenből azonban ez idáig semmi sem valósult meg. A magyar törzs rendkívül büszke múltjára és jelenére, s bár számuk megfogyatkozott, mintegy 2000-en élnek még szülőföldjükön, mégis a helyszíni élménybeszámolók alapján büszkén kiáltozzák, hogy ja csiszti magyar, azaz én tiszta magyar vagyok. Elmondható, hogy a kis népesség az utóbbi években rendkívül megerősödött nemzeti öntudatában, talán épp a magyarsággal ápolt kapcsolatai és a rokonság megélése miatt, mely alapján végre ők is köthetik magukat valakikhez a nagyvilágban. Mégpedig egy olyan néphez, amely az isteni gondviselésnek köszönhetően a sok háború, megaláztatás, kudarc és fájdalom ellenére még mindig több millió főt számlál. Szívből remélem, hogy hazánknak egyszer valóban olyan nemzeti kormánya lesz, ahol a valódi politikai rendszerváltást kulturális forradalom követi majd. Hiszem, hogy eljön majd az idő, amikor nem a deviancia lesz a divat, nem Alföldi Róbert mosdatása és a kulturális barbarizmus támogatása lesz a kormány kultúrpolitikájának a lényege, hanem valódi őstörténetünk kutatása, rokonaink megismerése és felkarolása, hazájukra, múltjukra, ősi magyar kultúrájukra büszke fiatalok nevelése lesz egy nemzeti kormány feladata és célja. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, szebb jövőt! Szintén napirend utáni felszólalásra jelentkezett Kepli Lajos, a Jobbik képviselője, a balatonkeresei honvéd üdülőben az 56-os forradalom megtorlásaként történt tömegmészárlásról címmel. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntöm jobbikos képviselőtársaimat ebben a késői órán, ebben az ideális állapotban, amikor már csak jobbikos képviselők tartózkodnak a tisztelt házülés termében. Napirend utáni felszólalásomban egy könyvből szeretnék idézni. Gazdanaplomból címmel, Dokumentumok és emlékek alcímmel jelent meg 1996-ban Sónyi András műve, mely életútját dolgozza fel. Egyik legszomorúbb epizódja, melyben elmeséli az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után november végén, december elején vele történteket az óvatlan szemektől elzárt honvéd üdülőtelepen Balatonkenesén. Az akkor ott nyaraló 14 év körüli hősünk az odavezető útelágazásnál az Itt működik a halálbrigád felírást látta. Az a hír járta, hogy a forradalom leverése óta nap mint nap gépkocsik, rabszállító autók hoznak ide rabokat, akik innen élve soha többé nem távoznak. A géppuska sorozatokat éjszakánként lehetett hallani. A kalandvágyó kamasz fiú, nem törődve a ráleselkedő veszéllyel, egy éjszaka átmászott a kerítésen, és egy nyárfára kapaszkodva figyelt a teniszpálya közelében. És egyszer csak mozgást vettem észre. Emberek, katonák jöttek-mentek, fények gyúltak, és balfelül egy teherautó, egy rabszállító teherautó. Valami furcsa szagot éreztem. Arra gondoltam, amit az építkezéseknél lehet érezni leginkább. Igazi jó méz szag volt. A teniszpályán is lehetett érezni valami fehéret. Emberek jöttek a mézbe fektetni egy pallót, olyan pallót, amelyet a horgászok eszkábáltak maguknak, hogy elérjék azt a helyet, ahonnan be tudják dobni a horgot. Egyszer csak kinyitotta valaki a rabszállító autó hátsó ajtaját, és csak ennyit mondott kifelé. Emberek szálltak le. Nem volt más lehetőség, nem volt más irány, mivel két oldalon pufajkások álltak, mint a pallón végigmenni. Iszonyatos erős fényt bocsátottak a pallóra, olyan erős fényt, hogy csak a pallót lehetett látni, mást különösebben nem. Tehát akik kijöttek a teherautóból, azok kénytelenek voltak a pallón áthaladni. Igen ám, de a palló túlsó felén nem tudtak tovább menni, mert ott is pufajkások állták el az utat. Így szállt ki 10-15 ember, pontosan nem tudom mennyi, s köztük egy kislány is. A Jupiter lámpa fényénél pont úgy nézett ki, mint ahogy Tom Sawyernek azt a kis szerelmét képzeltem, akivel a barlangban eltévedtek. Kék ruha volt rajta, szőke haja volt, és egy embernek annyit mondott csak, apu, most hova megyünk? És amint ezt kimondta, becsapódott a rabszállító ajtaja, nyilván mindenki kiszállt már belőle, és mindenki a pallón állt, vagyis haladt volna tovább, amikor a másik oldalról, egy olyan helyről, amelyet föl sem fedeztem, durrogás, ropogás és fénycsóvák jelentek meg, géppuska. A pallón álló emberek sorban dőltek el, pillanatok alatt zuhantak bele a meszes gödörbe. A kislány is. Egy másodperccel ezelőtt még nem tudta, hova megy. Most már tudja. A Jupiter lámpa még egy darabig világított, nem sokáig. Pufajkások a pallóra mentek, és a partról is hosszú botokkal, csákjákkal tuszkolták bele a mézbe azokat, akik a felszínen maradtak. Egy darabig a kislány kék ruháját is láttam. Aztán eltűnt, s minden a régi lett. Kialudt a lámpa, elvonult a rabszállító autó valahová, lehetett hallani.
Elindultak a pufajkások, és visszanyerte a természet a teljes csendet, mintha semmi sem történt volna. A döbbenet szó helyén való, eddig az idézet, a döbbenet szó helyén való, hiszen ez a ma is működő kenesei honvédüdülő területén valóban megtörtént. Volt ott egy megtorló brigád, oda vitték a kenesei 56-os felkelőket is, akiket összevertek, megkínoztak. A nevezett időszakban valóban hallották éjjelenként a lövéseket az üdülő felől, a ma is élő szemtanúk, fültanúk ezt megerősítik. A brigád összekötetésben állhatott Pap Jánossal, a véreskező veszprémi pártitkárral is, mivel elmondásuk szerint Brusznyai Árpád veszprémi tanár is itt volt fogvatartva. A balatoni jegén léket vágtak, s ott nyomták a fejét a jeges víz alá. Az elmúlt évtizedek alatt az ott dolgozó polgári alkalmazottak szerint a teniszpálya körül nagyobb földmunkát nem végeztek, így a tömegsírnak valószínűleg ma is ott kell lennie. Bár a nevezett terület a honvédséghez tartozik, az áldozatok valószínűleg civilek voltak. Kérem, hogy az ott ártatlanul meghaltak emlékét méltó módon őrizze meg társadalmunk, és igyekezzünk lehetőséget adni az utókornak az emlékezésre. Ezért ezt a feltevést, ezt a kérést egy írásbeli kérdés formájában is beadtam a honvédelmi miniszter úr részére, és reméljük, hogy lehetőség lesz a ott esetlegesen meglévő tömegsír feltállására és az áldozatok méltó emlékének a helyreállítására. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. A jelenlévő hét jobbikos képviselőn keresztül megköszönöm az országgyűlés egész napi munkáját, a távollévőknek is tolmácsolját. Köszönöm főtitkár helyettes úr és a munkánkat segítő kitartását. A munkánkat ma reggel 8 órakor folytatjuk, az ülésnapot bezárom.